Édességeket kaptak az óvodások a salgótarjáni Szent Lázár lovagrend már hagyományos gyermeknapi rendezvényén. Mikor kinyitották a nagy ládát, találtak benne Isten ládát. Mikor azt is kinyitották, találtak benne még Isten ládát. Az ovisoknak az édességcsomag mellett hangszerbemutatóval és egy csokornyi zen és mese összeállítással kedveskedtek a szervezők a salgótarjáni Dolnyai Béla Múzeumban. A 87-es születésű gyermek, akik tényleg rászorulnak és kevés szeretetet, ajándékot, örömet kapnak otthonról és részesednek, és úgy gondoltuk, hogy mi ebben próbálunk nekik egy kis lelki élményt nyújtani. A gyerekek nagy átéléssel figyelték a Bátonyterenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és zenetanárainak közös műsorát. A kicsik azonban be is kapcsolódtak a hangversenybe, és az ismerős dalokat többen énekelték. Nagy öröm nekünk, amikor látjuk azt a sok mosolygós, örömteli, tapsoló kezű gyermekeket, úgyhogy ez az, ami minket életben tart, ez a visszajelzés a gyermekeink részéről. A rendhagyó múzeumi gyermeknap kreatív foglalkozással és rajzolással fejeződött be, ahol a megismert hangszerek mellett különböző rajzokat készítettek az óvisok.